Nehéz törpének lenni egy óriásoknak szánt világban. Pláne akkor, ha a hülyeséget vesszük óriásnak. Amikor megszülettem, már az első perctől fogva tudták, azt lehetett látni, hogy én soha nem leszek egy olyan személy, aki futni is, mozogni is, fizikai munkát fog tudni végezni. Nem akartam iskolába menni, nem akartam felkelni se. És igen, volt, hogy megfordult a fejembe, hogy ennek nincs értelme így tovább. Akárhogy nézzük, rosszabb volt, mint nekem, de ő volt az, aki optimistább volt nálam, és ezért nagyon tudtam csodálni. Ha egy valaki megmozdul, és azt mondja, hogy én segítek, akkor jönnek többen is. Amikor vezetek, akkor úgy érzem, hogy így el tudok jutni akárhova. És hogy hogyan is élem ezt a nyomorult életem? Úgy, ahogy te, talán sosem. Merészen, nagy szájjal, és nem törődve a hülye sztereotípiákkal.